Bő két hónap szünet után folytatódik a bajnokság a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. A tabellán negyedik helyen álló Kölcsey Dénese felkészülése nem volt zavartalan, ennek ellenére a csapat edzője Hadovás István bizakodva várja a tavaszt. A 26. NB szezonjában szereplő diákcsapat a bajnokság végére legalább egy helyet szeretne előrébb lépni a tabellán. Nyugodtan várjuk a rajtot. Próbáltunk jól felkészülni, voltak nehézségeink, elsősorban betegségekre és sérülésekre gondolok, de hát ez tulajdonképpen minden csapatot sújtott, úgyhogy ez nagyjából természetes. Inkább a nagyobb gondot az jelentette, hogy nagyon nehéz edzőpartnert szerezni. A környéken kevés a csapat, vagy a konkurens ellenfelek, akik nem szívesen vállalnak ellenünk mérkőzést, a megyebeli csapatokkal éppen, hogy sikerül zöldágra vergődni. Úgyhogy a legnagyobb gondot ez jelentette, de én nagyon remélem, hogy azért sikerül jól felkészülni, és jók leszünk a bajnokságban. A felnőtt csapatot játékosként erősítő Márkus Gizella a tabella élén álló junior együttes edzőjeként bizakodva várja a rajtot. Nagyon jó felkészülésük volt a juniorjainknak, hiszen a Hunia nemzetközi utánpótlástól nem vettek részt. Ott nagyon jó képességű csapatokkal találkoztak, román, szlovák és ukrán csapatokkal. Ott a negyedik helyezést értük el, de nagyon sok különdíjasunk, gólkirályunk lettek a csapatból. Illetve most voltunk egy kulcserend emléktornán a hétvégén, vasárnap, ahol pedig az első helyet érték. Úgyhogy nagyon sok meccset játszottak a lányok, úgyhogy sok rutint szerezhettek és felkészülhettek a hétvégén induló bajnokságra. Miközben a bajnokságban szereplő csapatok többsége igyekezett erősíteni a téli szünetben, a Kölcsey Dénese változatlan játékos kerettel várja a tavaszi nyitófordulót. Hallottam a megyebeli vitkáról, ismét külföldi játékos igazolt, NB1B-ből vagy NB2-es oldalágról, Debrecenből is igazolt. Általában ez a jellemző, ránk nem, most sem igazoltunk természetesen, vagy nem természetesen, de így van. A saját jól bevált receptünk alapján az önálló utánpótlás nevelésünkre elsősorban arra alapozunk, úgyhogy nagyon tehetségesek a lányok, fogékonyak, szépen dolgoznak, úgyhogy én nagyon bízom bennük, és nem is gondoltam arra, hogy bárkit is megkeresek átigazolási ügyben, mi nem ezt az utat járjuk. A Kölcsey Dénese vasárnap a mezőkeresztes csapatát fogadja. A megyebeli együttesek közül a Vitka Ese szombaton az Alsó-Zsolcát látja vendégül, a listavezető Máté Szalka MTK pedig vasárnap a Debrecen második csapatához látogat.